Mindkét csapat két tavaszi győzelemmel várta a fordulót, így előzetesen kiegyenlített mérkőzésre lehetett számítani. A hazaiak kezdtek jobban, 6 perc alatt 6-0-ra elhúzott a Nyírbátor. A folytatásban aztán a Hajdú Böszörményiek is elkezdték lőni a gólokat, a félidő hajrájában két találatra felzárkóztak a vendégek. Az utolsó percekben viszont csak bátori gólok születtek, így 18-11-es állásnál vonultak pihenőre a játékosok. A szünet után sem változott a játék képe, tartotta 7-8 gólos előnyét a házigazda. Volt közte 10 is, de végül 8 gólos nyírbátori győzelemmel ért véget a találkozó. A hazaiak edzője nem volt teljesen elégedett a látottakkal. Ugyan, ahol emlékszem, 7-0-val sikerült, vagy 6-0-val kezdeni. Ami egy picit probléma volt ebben a történetben, hogy néhány perc alatt már 8-6 volt az eredmény. Tehát nagyon gyorsan kaptunk 6 gólt, és ezeket a hibákat nem követhetjük el egy klasszis csapat ellen. Sokkal jobb csapat ellen, mint mondjuk ez a Böszörmény. Ezek a fiatalok meg is lepődtek, meg is szeppentek, egy kicsit talán még a kedvük is elment a játéktól. Ezt egy Mezőkövesd, egy Acélváros ellen is meg lehet csinálni. Lehet így kezdeni egy mérkőzést, de akkor aznak, annak ütősnek kell maradni végig, nem szabad kiengedni. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy másodpercekig támadunk. Mert abból vannak a problémák, amikor másodpercek alatt eladjuk a labdát. Nem kényszerítjük az ellenfelet védekezésre, ami legjobban fárasztja elméletileg a csapatot, hanem könnyű gólokat tudnak szerezni. Erre kell nagyon vigyázni, elhívtam fel a fiúk figyelmét, és amikor a második fél időben megint megnőtt a különbség, akkor ezt nem engedtük, hogy visszapörgessék az időt. Mészáros Ákos Zsolt 6 gólt szerzett a mérkőzésen. Mint elmondta, döntő volt, hogy tudtak reagálni az ellenfél változtatásaira. Az elején igen jól bekezdtünk, lerohanásból tudtunk sok gyors gólt lőni, utána pedig egy védekezést váltott a Hajdú Böszörmény, és ott egy kicsit megakadt a támadójátékunk, ott voltak hibák, de utána pedig mi is váltottunk tempót, és utána már jól tudtuk lereagálni ezt a nyitott védekezést. A Nyírbátor mindhárom idei meccsét nagy különbséggel nyerte meg. A hétvégén nem rendeznek fordulót, a jövő hétvégén Fehérgyarmaton lép pályára Falcsik Miklós együttese. Nem szerettük volna elbukni ezeket a mérkőzéseket, maradjunk ennyibe, tehát pontot nem szerettünk volna ezek ellen a csapatok ellen veszíteni. Ugyanez jellemző a Fehérgyarmat elleni mérkőzése is, de ugyanezt mondhatom el az összes többi hazaira. Tehát fog jönni az Acélváros, jön a DVTK, akik lehet, hogy jobban jegyzett, magasabban jegyzett csapatok, de addig nagyon keményen fogunk dolgozni, és nekem meggyőződésem, hogy ha Márkó is felépül a másik beállós, akkor még több variációsi lehetőségünk lesz, és meg tudjuk ezt oldani. Tehát két ilyen stabil kapussal a hátunk mögött, egy még agresszívebb, még tudatosabb védekezéssel bármilyen csapatot meg lehet törni ebben a mezőnyben. A forduló további eredményei a következők: Kazincbalcikai KSE Acélváros KK 28-42, Balmazújvárosi KK Kisvárdai KC 30-32, Tiszavasvári SE Fehérgyarmati VSE 41-37, Mezőkövesdi KC Deac 2 40-20 és Újfehértó Kálosemjén SZSE DVTK 22-39. A tabella élén a 26 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve a szintén 26 pontos DVTK-t és a 23 pontos Nyírbátort.